Az új gyilkos. Más néven Onryo Dion Ryo Dionryo. Onryo. Az. Nálom mindenki ebben a videóban az új gyilkosra fogunk játszani, hogy őszinte leg egy-két meccset játszottam vele, és számomra elég fánnak tűnik. De lássuk a perkjeit. Call of Brine. Mióta megütünk a generátort, a perkünk aktív lesz 60 másodpercig. A generátor 165%-kal jobban fogja kapni a regresszt, mint hogy normálisan kapná. Scourgehook Floods of Rage. Négy Scourgehook lesz jelen a pályán, amiről ha leakasztanak egy túlélőt, az összes túlélő auráját képes leszek látni. Merciless Storm. Mikor a generátor eléri a 90%-ot, az összes rajta dolgozó túlélő folyamatos skill check-eket fog kapni, amik elvétésre leblokkálja a generátort, és az is, hogyha csak úgy abba hagyják a javítását igazából. Na de szerintem elég a pofázásból, és ukorjunk be egy gamebe, én azt mondom. Shelter Woods, ez elég jó lesz, azt hiszem. Ahogy működik az erőnk, először a Dimanifest módba kezdünk, Undetectable módba. Ilyenkor nem tudunk szörövöröket ütni, manifestelnünk kell ahhoz, hogy kijöjjünk belőle, akkor tudunk már. És még ebben a módban vagyunk, vagyis ebben az állapotban, ott a Survivor. Akkor tudunk teleportálni TV-khez, amik még jelenleg nem érhetőek el, de mindjárt. Első ingyen hit. Nem követjük Chris-t, már itt van egy clicky flashlight. És voltol, hihetetlen. Oké. Okay. Még egyszer volt. Ez kicsit elkúrtad, bátya. Idióta vagyok. Hello. Hello. Ebből mi lesz? Ez mi volt? Megkaphatod a faszomat. Ezt gyorsan rúgjuk meg. Jó. Suck this nuts. Mondjuk ez éppen nem a legjobb, hogy leblokkolódott a generátor, de mindegy, így is jó. Nem a legjobb, de így is jó. Azok van, mentek ide hátra, mentek élelni? Igen. Hello? Biztos van decisive, úgyhogy inkább meg a megre. Na, mit tudunk vele csinálni? Jó, body block. És egy fail body block. Ebben nem lesz flashlight save. Jöjjök jobban ezt körcsúkra. Veszem a hátam mögött van. Aha. Nem megy a window-ra, miért nem? Akkor most fog menni? Nem. Egyáltalán még itt van, nincs itt, elment szévelni. De itt van. What the fuck? Süket vagyok? Kérdője. Akkor lehet még mindig a földön van, úgyhogy... az jó. Oké. Okay. Nem flasheld be minket szerencsére. Akkor lehet még mindig a földön van. Editor Steve jelentkezik, és szerkesztés közben vettem észre, hogy a videó többi fele corrupted. Szóval igen. Ez a meccs csak ideig használható, de semmi baj. Van még egy meccsem számotokra. Utálom ezt a kurva shadowplay-t, ha tudnám, kikurnám azon a kurva ablakon, basz meg. Második game. Ez egy ingyen hit. Majdnem ki lettem 360-zve. Nem tudom, miért megy el a Shrektől. Biztos más tervei vannak. Na, jó van, még egyszer. Akkor ne. Az volt egy Death Heart. Sű! Ez ott szerintem egy off player. Jó, nagy nehezen meg lett a hook. Nézzük meg. Már contaminated. Akkor majd később nézzük meg. Az minden bizonnyal egy... De hogy lett már contaminated? Valamit kihagyok? És meg is van már halva.
Mi a fasz? Hello? Oké, okay, down. Hallám, van-e közelebb, ezt költsük. Persze, hogy van. Gyorsan manifestelünk, már minden manifestelünk. És elmegyünk oda. Hogy csekköljünk a generátorokra. Jó. Gyere ide a papához. Van Death Heart. Az igen, bátya. Én nem tudtam, hogy a DBD-ben lehet szökni. Ez kicsit érdekes volt. Nem tudom, hova akasztottam? Valahol oda. Na, biztos nincs ott. De itt van, pont itt van, mi? Nem akart mindgame-elni. Hát figyelj, ha már injured... Jó, akkor kapjuk el ezt is utoljára. Nem tudom, hogy mi várt itt. De szerintem fölötte. Hát bocsi. És... G. Tök jó ez a killer. Köszönöm, élem. Szerintem ennyi meccs elég lesz. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, illetve amíg szeretnél hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel. Én Steve voltam, sziasztok!